Új csoporttitkárt és vezetőségi tagokat választottak a Mozgáskorlátozottak Csongrád megyei egyesületének helyi csoportjába tegnapi gyűlésükön. 5 évente választanak vezetőségi tagokat a Vásárhelyi Mozgáskorlátozottak Egyesületében. Ezúttal új környezetben, frissen átadott székhelyükön tartották a tisztújítást. A döntés értelmében Dezsőni Cakó Ilona maradt továbbra is a csoporttitkár. Vezetőségi tagnak választották Molnár Jánosnét, Mohácsi Jánosnét, Kincses Évát, Jankovics Jánost. Továbbá a pótküldöttek és a megyei küldöttség képviselőinek személyéről is határoztak. Az egyesület igyekszik összefogni a vásárhelyi mozgássérülteket, számukra gondoskodást biztosítani, valamint szórakoztató programokat szervezni. Sokan vannak egyedül, és akkor így összejövünk, elbeszélgetünk, mindenki elmondja a búját, baját, meghallgatjuk egymást, és ez egy közösség tulajdonképpen. Segítünk egymáson, ha valami probléma van, akkor szólnak, vagy telefonon, vagy bejön az irodába, és akkor elbeszélgetünk, és akkor úgy föltöltődnek. A 35 évvel ezelőtt alakult civil szervezet jelenleg 60 tagot tudhat magáénak, de természetesen igény esetén bővülhet a létszámuk.